A fukia tradicionális japán fúvócsövezésnek nagyon jó hatása van a tüdőre. Hogyha valaki elemzi a megfelelő mozdulatokat, hatalmas nagy tüdőnyitásról van szó, mély belégzés, orron át, kifújás, szájon át, ez ugye a felkészülés a lövésre, utána megint egy nagy mély belégzés és dinamikus kifújása az adott célra, utána megint mély belégzés, szájon át, kilégzés, lenyugtatása az elmének. És ugye ez 5-ször ismétlődik, és ez 6 körön keresztül, tehát 6x5 ilyen metódussal a tüdő felfrissül. Most ennek én egy olyan verzióját próbáltam ki, ahol maga csak a lövésre fókuszálok, és a sebességre. Tehát itt csak egyetlen egy tiszteletadás van a cél felé, és ezután a stopperóra indul, 5 lövés leadása, odafutás, fejben összeadom ugye a pontszámokat, visszafutok, megint 5 lövés leadása, visszafutok, 5 lövés leadása, vissza, és mindig összegzem az eredményeket, adom hozzá, és így csinálom meg a 6 kört. Most ez egy nagyon jó sport is, mert így körülbelül 5 perc alatt meg lehet csinálni ezt a 6 kört. Nekem eddig a rekordom az 4,5 perc alatt csináltam meg, és 125-öt lőttem. Lehet ennél jobb is, rosszabb az eredmény, attól függően, hogy az ember milyen paszban van. Most csak egyetlen egy kört mutatok be, hogy ez hogyan is néz ki. Ez a sport verzió, ez nem igazából a fukia tradicionális fúvócsövezés, hanem annak egy ilyen futásos verziója, ami mondjuk egy komolyabb harcra készíti fel az embert, mondjuk amikor tényleg direkt célokra kell gyorsan zárni lövéseket. Tehát tiszteletet adunk a célnak, és utána elvileg a stopper indul, most nem mérjük az időt, tehát a gyors egymás után adom le az 5 lövést, majd odafutok és vissza. Ez most szeges talált. Igen. Ez nem volt jó. Azért lelövöm már, hogy 5 darab legyen bent, mert azért vannak olyan helyzetek, amikor sajnos pont a felvételnél mutatja a rossz formáját. Az egész odafutás, és akkor elemezzük a célokat. Itt van 1, 2, 3 darab ötös, ez 15, van egy 3-as, 18, úristen, ez benne van a fába is, ilyenkor vagyok nehézben, tehát ezek nagyon keményen bele tudnak menni, és van egy 7-es, 18 meg 7, 25, ezután visszafutás. Ha ezt nézzük, ez így 10 méter oda, 10 méter vissza, 20, ezt megcsinálja az ember 6-szor, 6x20, 120 métert futott, 5 perc alatt ez nem sok, de közben dinamikusan légzett, ugye 6x5, 30-szor. Tehát ez egy nagyon jó koncentrációt elősegítő gyakorlat. A másik pedig az, hogy amikor az ember a különféle lövéseket leadja, nem árt egy hegyre fókuszálni, egy hegyűvé tenni az elmét. Ezért az alsó céltáblákat azért tettem ki, hogy itt az ember elcsendesedik és megpróbálja csak a közepét látni. Csak a közepét célozni. Ez körülbelül 1 cm-es kicsi kör, 10 méterről ez nagyon nehéz eltalálni. De meg kell próbálni az embernek
ez maga az a rész, amikor már meditatív állapotba kerül az ember, hogy csak a középpontot látja, csak arra figyel. Itt nincs futás, itt csak öt lövés leadása a céltárgyra, és ennél, hogyha valaki eltalálja a közepét, akkor mindig azt kell mondani, sohasem az, hogy ezt én találtam el, hanem akkor az ember azt mondja, hogy ahogy a zen íjászatban is mondják a tökéletes lövésnél, hogy az lő. Az a végtelen intelligencia, aminek része vagyok én is, a cél és én magam és a célzás folyamata, a célzás leadása, az eredmény, ez mind én vagyok, ez mind az intelligencia, és ez az intelligencia, ebbe az énség, ez a nagy én, aminek mindenki részese. Tehát amikor azt mondja az ember, hogy az lőtt, akkor az a végtelen én, a nagy ego, ez pontosan az a kozmikus ego, az univerzális ego, az lőtt, ezt úgy is lehetne mondani, hogy akkor felajánljuk Istennek a tökéletes lövés eredményét. Tehát most remélem, hogy legalább egyet föl tudok ajánlani, bár ez eléggé ritkán szokott sikerülni, hogy pont az egy szempis kört eltalálom, de megpróbáljuk, meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény.